kányavári borbirtok első alkalommal mérette meg magát a borversenyen. Bár azzal a szabari borászat számos hazai és nemzetközi platformon indult már boraival, az Országház bora versenyen még nem mutatkoztak be. A több mint 200 bor 9 kategóriában vetélkedett egymással, a legjobbakat egy szakmai zsűri választotta ki. A dobogósok egy éven keresztül képviselik hazánkat, azaz a parlamentbe érkező magasrangú vendégeknek szolgálják fel ezeket az italokat. Ez egy 2019-es Cabernet Sauvignon Rosé, Pirk adatnévre hallgat. Nagyon kellemes, gyümölcsös üde rosé, és érdekes, hogy a zalai borvidéken zömében fehér borszőli fajták vannak, mégis tudtunk mi egy olyan kellemes rozébort készíteni, ami friss, üde és helytált egy ilyen nívós borversenyen, mint az Országház borverseny. Az Országház boraverseny célja kiválasztani azokat a kiemelten jó minőségű nedűket, amelyek reprezentációs alkalmakkor a Magyar Országgyűlést képviselik. A kiválasztáson a minőségi kritériumoknak megfelelve minden olyan borászat indulhatott, amely szem előtt tartja a magyar bortermelés tradícióit. A megmérettetésen elsősorban a Kárpát-medencében őshonos, vagy már régen meghonosodott szőlőfajták és tradicionális házasítások, borstílusok kapnak szerepet. Az első Országház bora verseny 2017-ben szervezték meg, ekkor 13 hazai borvidék 81 pincészete képviseltette magát 147 palackkal. A nevezett tételek száma évről évre nő, idén már meghaladta a 200-at. A rozé idén először szerepelt a kiírásban. Az Országház bora nemzeti szinten, magyarországi szinten egy nagyon nívós verseny. Idén, negyedik alkalommal rendezték meg ezt a versenyt Magyarországon. 18 borvidék, 103 borászata nevezett közel 231 tétellel erre a versenyre. Azt kell tudni erről a versenyről, hogy ezen a versenyen, aki helyezést elér, az egy éven át az Országházba ezek a borok lesznek kínálva az Országházba dolgozóknak és nemzetközi Országház vendégeinek. Egyaránt. A magyar bortermelés az évszázados hagyományok tiszteletben tartása mellett képes volt az állandó megújulásra, példáját adva a múltat, a jelent és a jövőt összefogó szerves fejlődésnek. Az Országház bora borválogatás ennek az időtállóságnak, megújulási képességnek és minőségnek a támogatója és hirdetője, fogalmazott a verseny kapcsán Kövér László, az országgyűlés elnöke. A kányavári borbirtok számára rendkívül megtisztelő az elnyert harmadik helyezés. Úgy fogalmaztak, a következő években is biztosan megméretik magukat a rangos hazai versenyen.